családi díjat már nem kaptam, csak az idősebbeknek való, de ugyanúgy kezdtem én is a tanulmányaimat, mint ti itt az egyetemen, és megmondom őszintén, nem voltam annyira jó. Tehát, ha úgy gondoljátok, hogy még nem vagytok elég jó, valószínűleg úgy is van, de ez egy folyamat, és előttetek áll a jövő, és remélem, hogy az itteni elhelyezett érem, a Nobel-díj, az inspirál majd valamelyes tenneteket, és talán a Nobel-díjat. És még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek, és hát ezzel megnyitom ezt a kiállítást. Köszönöm. Így kérem fáradjanak közelebb, hogy jobban lássák Karikó Katalin professzorasszony Nobel-díjának elhelyezését. Felkérem professzor dr. Rubó László rektor urat, dr. Fender Judit kancellár asszony, valamint professzor dr. Szabó Gábor elnök urat, hogy ehhez az ünnepélyes pillanathoz lépjenek közelebb. Nem, jobbára én arra szoktam mondani, hogy kutatónak lenni, és ezt egyébként lehet, hogy Sejje mondta, hogy kutatónak lenni áldás és átok. Áldás, mert megoldásokat tudunk kreálni különböző komplex problémákra, és az egy emberekkel segíthet, ez egy áldás. És az átok az, hogy nem tudok elengedni, nem tudom, meg mindig most hátradőlhetnék már nyugodtan, ugye, korban is, meg egyébben is elértem azt, de egyszerűen mindig hajt az a vágy, hogy én még valaki, hogy van valami ötletem, és ez biztos, hogy segít emberen, és egyszerűen bánt, hogyha mást csinálok. Tehát nem tudok megnyugodni. Tehát ez benne, ugye kívülről nézve álltunk, de hát valójában ez is egy jó dolog. Arra gondoltam, hogy minden évben a diákok szavazatai vagy javaslatai alapján eldöntünk, melyik tanár kapja meg, és a tanárok javaslatai alapján egy kis bizottság eldönti, hogy melyik diák kapja meg. És amíg még tudok mozogni, akkor még el is jövök és átadom, úgyhogy ez is egy inspiráció lehet, hogy átadjam a díjat nektek. És hát erre gondoltam, hogy így aztán egy 10 000 dollár évente eladunk az 500 ezerből eltart 50 évig, arra végét majd más átadja. De valami ilyesmire gondoltam. De hogyha van más javaslat, azt is szívesen meghallgatom.